Lehetőséget kaptunk arra, hogy megváltoztassuk a Magyar Honvédséget. És meg fogjuk változtatni együtt. Ma ott tartunk, hogy a határaink mentén háború zajlik. Vagy felébredünk, és felkészülünk rá, vagy tovább éljük a kis béke életünket, és a minket nem billent ki semmi ebből. Ha nem billent ki semmi ebből, az probléma. Az ukrán háború egy új helyzetet teremtett nekünk katonáknak. A vezetés alapja a bizalom. Én bízom önökben. Bízom abba, hogy tényleg akarják a sikert. Mi lesz a jövő? Kiképzés, felkészítés, gyakorlat. Elkezdjük a kiképzést és a gyakorlatot. Lesznek majd megkeresések, lesznek állampolgári bejegyzések. Megmondom, hogy mit kell mondani. Hölgyem, uram, amit ön hall, lát, az a szabadságnak a hangja. Ha átmegy a Gripen a falu fölött, az a szabadság hangja. Ha a leopárd lő éjszaka Szomódon, az a szabadság hangja. Az a magyar szabadság hangja. Hölgyem, uram, mi önt szolgáljuk. Mi hazafiak vagyunk. Becsüljön meg minket. A becsület, az egyenruha a tisztelete, a másik tisztelete a legfontosabb számunkra. Ha nincsenek erkölcsi, etikai értékeink, akkor semmik vagyunk. De mi nem ezek vagyunk. Mi ennél többek vagyunk. Ismerem önöket, ismerlek benneteket. Meg fogjuk csinálni. Fájni fog. Ez a változás, ez több, mint fájdalmas lesz. Vér, könny, sírás, beríték, fájdalom. Ez lesz a sikerhez vezető. De egyet ígérhetek önöknek. Ott leszek végig önökkel, vezetem önöket, vállalom a felelősséget, és a végén nyerni fogunk. Ha az élére álltok, oda rakjátok magatokat, fegyver súlyba megy, és tudjátok, hogy mi a cél. Én a célt megmutatom. Ti meg vigyétek sikerre ezt a hadsereget. Ez a hadsereg megérdemli. Ez a Magyarország megérdemli, hogy ütőképes hadserege legyen. Legyetek büszkék, én maximálisan bízom bennetek.